Kisebb szomorú közleményt kell közreadnom. Nekem nagyon tetszik, de sajnos a rendőrség eljárás alá vonja azokat, akik fűzgyertyát használnak. Ezt el kellett mondanom. A következő felszólaló az új politikus generáció egyik nagyon ígéretes tehetsége, és amikor őt, Jakab Péter, a Jobbik országgyűlési képviselője, és amikor őt hallgatni fogjátok, akkor látni fogjátok és hallani fogjátok, hogy aki ma nácizmussal és rasszizmussal vádolja a Jobbikot, az hazudik. Valójában a Fidesz a rasszista párt ma Magyarországon. Kedves barátaim, az elmúlt percekben Orbán Viktor értékelte az évet. Egy kicsit úgy, mint amikor a diák kiáll a saját osztálya elé felelni az egész éves anyagból. Csak hogy az a helyzet, hogy a mi kis soros ösztöndíjas diákunk nem csak hogy felelt, de felelt közben azon nyomban be is vágta saját magának az ötöst. Hát szerintetek ötöst érdemel Orbán Viktor? Akkor értékeljünk együtt! Kedves Viktor, meghallgattuk a feleletet, és arra jutottunk, hogy te, kedves Viktor, 2010 óta a saját népedet az Európai Unió második legszegényebb népévé tetted. Az elmúlt három évben 10 000 magyar családot dobtál az utcára. Eközben a saját felcsúti haverodat az ország leggazdagabb emberévé tetted. És van pofád azt mondani, hogy nekünk el semmi közünk nincs, mert ez csak üzleti ügy. Hát barátom, ezt nem üzletügynek hívják, hanem lopástól, úgyhogy Erkőszampól megbuktál! Aztán nézzük a következőt. Kedves Viktor, te azt gondolod, hogy ebben az országban minden hatalom a tiéd. Te bármit megtehetsz ezzel a néppel. Csak hogy az a helyzet, hogy tévedsz, mert a hatalom a népé, és a népnek bármikor joga van elkergetni azt, aki uralkodni akar rajta. Te azt gondolod, hogy király vagy. Nem tudod, hogy a Magyarországon a királyság réges-rég megszűnt. Vagyis te történelemből megbuktál! Nem beszél arról, hogy beszélsz te itt olyanokat, hogy egy gyengülő gazdaság erősödik, hogy a szegényedő magyarok gazdagodnak. Sőt, mondasz olyanokat, hogy az a 64 000 bevándorló, akit beengedtél, az valójában nulla. Hát kedves Viktor, te matekból megbuktál! Orbán Viktor, ön egy bukott miniszterelnök, aki 9 évvel folyamatosan évet ismétel, és ezért Magyarország 9 éve folyamatosan leszakad. Ebben az országban 2010 óta stadionon kívül egy valami épült. Őfelsége királysága. Őfelsége királysága, ahol az udvaroncoknak luxus repülők járnak milliárdokért, az ellenzéknek pedig milliárdos ász büntetés. A Fidesz nem programmal, nem vitával akarja legyőzni az ellenzéket, hanem politikai leszámolást hajt végre velünk szemben. Tudjuk, hogy mi a cél. A cél az, hogy se az európai parlamenti választáson, se az önkormányzati választáson ne tudjunk érdekben kampányolni. Ez viszont nem más, mint vegytiszta választási csalás. A Fidesz választási csalásra készül, és egészen elképesztő, hogy oda jutott Magyarország, hogy a haza második legerősebb pártja nem tud más tenni, mint hogy nemzetközi bírósághoz fordul, mert Magyarországon a jogállam meghalt. Barátom, az a helyzet, hogy a rezsim kiépült.
A rezsim kiépült, és mindent akar, és mindent elvesz, csak azt nem, amiért megküzdünk, amiért megharcolunk. Harcoljunk hát meg a közös értékeinkért. Harcoljunk egy olyan államért, amelyek tisztességre épül, és nem a lopásra. Amelyik nem elvesz a néptől, hanem ad, ahol a kormány nem önmagát képviseli, hanem a nemzet egészét. Mert ma Orbán Viktor évet értékelt, de csak a fele királyságét. A másik felét tavaly értékelte, amikor azt mondta ránk, hogy mi közönséges, sorosista csőcserék vagyunk, akik csak hullahegyeket fogunk majd magunk után hagyni. Orbán Viktor kijelentette, hogy számára csak a Fidesz a nemzet, mi pedig kaptunk két választási lehetőséget. Megszokunk, vagy megszökünk. De mi egy harmadik utat választottunk. Fellázadtunk, hogy hosszú évtizedek magyar csendjébe beleüvöltsük azt, hogy elég volt. Akik itt vagyunk, felébredtünk végre, és a tüntetésekkel napról napra egyre többen és egyre hangosabban üzenjük az egész országnak, főleg azoknak, akik most még otthon vannak, hogy ébresztő! Ébresztő! Ébredj magyar, mert a Fidesz legfőbb szövetségese, legfőbb koalíciós partnere nem a KDNP, nem. A közöny. A közöny az ő szövetségesünk. Azt akarják, hogy beletörődjünk a sorsunkba. Azt akarják, hogy ne szóljunk akkor se, ha elveszik a lakásunkat, ha elveszik az egészségünket, ha elveszik a megélhetésünket. Ők azt gondolják, hogy a magyaros csak közönséges birka, akinek egy dolga van, az, hogy örömmel végessen a sor mellett, akár ingyen is. Csak hogy mi nem vagyunk se birkák, se rabszolgák, legfőképp nem vagyunk gyilkos csőcserék. Nem mi fogunk hullahegyeket magunk után hagyni, Orbán eltárs, hanem ti, akik kiöritek a magyar emberből mindazt, ami emberré tesz bennünket. Kiöritek a szolidaritást, az életörömöt. Kiöritek a család szentségét, és adtok helyett egy gyűlöletet, soros bérrendszerzést, rabszolgatörvény, meg kilakoltatásokat. És igen, ha van valami, amit mi el fogunk pusztítani, az pontosan az lesz, ami titeket, fideszes nagyurakat ilyenné tett. El fogjuk pusztítani a korrupciót, a népnyúzást, a néphűítést, és vissza fogjuk adni ennek a nemzetnek a büszkeségét, hogy ne Orbán üldözötjeiként éljünk valahol Európában, hanem büszke magyarként éljünk a saját hazánkban. Éljen Magyarország! Éljen a nemzet!